Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Manó stúdiójából. Volt nekünk egy sorozatunk a hozzátáplálásról, és a harmadik része az, ami most fog következni. Ezzel az adással tartoztunk nektek, és már nagyon sokan vártátok a hozzátáplálós videónkat. Úgyhogy most az a rész fog következni, amikor valamilyen módon nincs annyi, vagy anyatejetek nincs annyi, vagy még, vagy már, és mindenféleképpen kell valami kiegészítést adni a babócának. Ez egy gyakori kérdés tőletek, hogy ha tápszerrel is kell etetni a babát, akkor hogyan, milyen módon, hogyan tudjuk megmelegíteni, milyen arányban, ugye nyilván ez korosztálytól is függ, és milyen eszközök azok, amik segítenek nektek abban, hogy minél hamarabb el tudjátok készíteni. De hál' Istennek az adásunk, ez ismételten nem csak az én privilégiumom, hanem itt van velünk drága Julikánk, és ő fog nekünk segíteni abban, hogy ti is minél jobban képbe kerüljetek ebben a témában. Úgyhogy Isten hozott nálunk ismételten. Csetneki Juli szülésznő, szakértő, de hát már azt hiszem, hogy mindannyiunk Julikáját ti is már otthonosan köszöntitek a lakásotokban is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is, és hát húzzunk is bele, hiszen ugye végigbeszéltük a szoptatást, aztán beszéltük ugye a hozzátáplálást, és most jön a mesterséges táplálás, ami nem a mesterséges, tehát nem kell megrémülni, csak egy gyűjtőfogalom, mert ez takarja a tápszeres táplálást. Hiszen a főzelék, a gyümölcs, a egyéb főzelékfélék, gyümölcsök, a gabonafélék, hát azok nem mesterségesek, mert a mesterséges akkor ugye nem is adhatjuk a babáknak, úgyhogy az nem tartozik hogy ebbe a kategóriába. Annyira nagyon szoptatás barátokkal váltunk, hogy nagyon-nagyon ritkán mer bárki beszélni arról, hogy mégiscsak ezt a tápszeres táplálás mikor, hogyan, milyen módon, hogy kell a babákat tartani cumisüveges etetés közben, itatás közben, és bizony nagyon-nagyon-nagyon sok rettenetes dolgot látok az utcákon összerázott tápszert, a babakocsiba, a pici két hónap körüli babánál, a feltámasztott kis mellkasára, az ötyögő babakocsiba, önitató a babát, az csoda, hogy nem fullad meg. Szóval rengeteg gond van, és ez különösen sugallja azt, hogy igenis beszéljünk róla, igenis tudnunk kell róla. És hát azért van még egy olyan nagyon-nagyon gyakran terjedő elképzelés, hogy vigyétek haza, vegyetek már várandósan tápszert, dugjátok el magatok elől, szó szerint ezt használják jó néhányan, a tápszert a spejzba, és akkor vegyétek elő, amikor szükségét látjátok, de hát ez nem így van, mert azt tudjuk, hogy ami kész közelben van, azt sokkal hamarabb elővesszük, mint szükséges, tehát nem ilyen szélsőségekről beszélünk, hanem arról, hogy bizony az élet hozhat olyan helyzeteket, és amikor nem is hoz, csak egyszerűen úgy alakul, hogy nincs már elegendő tej, hogy akkor is tudjatok mihez nyúlni. Nem kell jegyzetelnetek, mert ezeket most majd látjátok már az első, illetve a második diánkat, hogy összefoglaltam azt, hogy mikor van szükség tápszerre, de ezt a Dorothy majd felteszi, tehát nyugodtan figyeljetek, tudjátok megérteni, és nyugodtan lazítsatok most legalább. Na most hát ez ugye olyankor kell, amikor nincs megfelelő súlygyarapodása a babának, tehát fogy, ami miatt nyilvánvaló, hogy kevés táplálékhoz, tápanyaghoz jut. Az első 6 hónapon belül, hogyha a babánál valamilyen megbetegedés van, vagy sajnos előfordulhat nálatok is, ami miatt kontraindikált lehetetlen a babának a szoptatása, nem tudjátok anyatejjel táplálni, mert nem adhatod a lefejtelse,
akkor ilyen ugye a szülés utáni depresszió például, amikor ugye antidepresszánst kell szedjetek, de sajnos az élet olyan cudar, hogy előfordulhat olyan is, hogy daganatos megbetegedése van az édesanyának, és kemoterápiát kell kapjon, egyebeket, és akkor sajnos ugye nem adható oda a lefejtejként sem az anyatej. Ugye mindig beszélünk róla, hogy akkor jó a szoptatásotok, akkor lesz sikeres és tartós, ha egyrészt egészségesek vagytok, és ezért tegyünk meg mindent, másrészt nem féltek, nem stresszeltek, nem idegesítettek magatokat, nem törekedtek arra, hogy tökéletes anyák legyetek, hiszen abszolút elegendő, ha jó anyák vagytok, soha ne törekedjetek tökéletességre, mert olyan nincs. Aki meg azt képzeli magáról, hogy ő tökéletes, annak valami kis zavar van az agyacskájában, úgyhogy hát az meg főleg figyeljen most oda, mert hát biztos, hogy valami nem stimmel. Tehát, hogyha kevesebb tej termelődik, főleg átmenetileg, akkor is előfordulhat, hiszen, ugye emlékeztek rá, hogy nem adunk se tehén, se kecske tejet, semmiféle tejterméket, semmiképp sem adunk az első egy életében belül. De vissza tudjátok ezeket nézni a Minimanónak a Facebook oldalán, és akkor végig tudjátok futni, hogy vajon mi az, amire már nem emlékeztek. És hát megvan az a helyzet is, hogy nem kívántok szoptatni, nem bűncselekvény, jó lenne, hogyha nem ti választanátok el akaratlagosan a babát, hanem ő kezdeményezhetné, tehát elválasztódás lenne, de hát alakulhatnak olyan élethelyzetek, meg hát uram, bocsá, lehet az anyukának elege, azt mondja, hogy nem, nem bírom tovább, akkor még mindig jobb egy harmonikus anya, mint egy teljesen kiborult, kimerült szoptató édesanya. Bele kell írnom, mert szakmaiak azt mondják, mert ugye ez is a szakmai kollégiumi állásfoglalásból van a 2 évvel ezelőtt megszületett csecsemőtáplálási irányelvből, az vezet engem, és nem csak a saját ismeretem és tapasztalatom, hogy donor női tej a legritkábban van. Ez inkább csak akkor fordulhat elő, amikor egyszerre szültök barátnővel, vagy rokonnal, mert hát ugye tudjuk, hogy van egy sorrendje az anyatej adásnak, amit az anyatej gyűjtőkből lehet megszerezni, és ott prioritást élveznek a koraszülött és a beteg babá, és nagyon ritkán marad még plusz tej. És akkor nézzük tovább, hogy mik okozhatják, lépünk a következőre. Gyakorlatilag ugye beszéltük, hogy az 5. hónapos korban a babának el lehet kezdeni, és 6. hónapban pedig el kell kezdeni a hozzátáplálást. Vagyis el kell kezdeni pépes formában adni a zöldséget, a gyümölcsöt és a húst. Hogyha emlékeztek rá, hogy szépen végigmentünk, hogy milyen sorrendben adjuk a húsokat is, tehát tessék visszatekinteni, és akkor erre bizony szükség van. De hogyha 4 hónapos alatti még a baba, akkor még nem igazán jó, ha elkezditek komolyabban a hozzátáplálást. Persze, ha van egy őszi baraszk szezon, hogy egy ilyesmilyen nagyon-nagyon békés gyümölcs, és abból adtok egy kicsit. Na de az azért a babának az semmi baj nincs, nem fog a gyereknek semmi baja lenne, de 3 hónapos kor előtt biztos, hogy semmit se, tehát ilyen nagyon békés, nagyon fincsiből picikéket se adjatok, mert eleve még késznek kell lennie arra az etetésre, ami ugye a kanalas és egyéb módszereket jelenti. Meg kell érjen a baba, és készségének kell rá lenni, hogy úgy tudja azt a kanalas etetést is fogadni, ahogy arra szükség van. Tehát, ahogy látjátok is, előtte tápszert kell adni, ami előtt komolyabb mennyiségű táplálékot tudtok bevinni a babának zöldségből vagy egyéb dologból. Tehát a 4 hónap után az első 6 hónapban, ha a babának nem elegendő az anyatej mennyisége, akkor már az lenne a szerencsés,
hogyha akkor nyúlnátok hozzá a tápszerhez. Ha hamar sikerül komolyabb mennyiséget, és van még tejetek napi körülbelül fél liter, akkor nem kell gondolkozni tápszeres tápláláson, mert akkor már nincs rá szükség. És akkor nézzük meg a következő dia lesz ez, hogy milyen fő csoportosítása van a tápszereknek. Vannak ugye az egyes típusú tápszerek, amik az anyatej helyettesítő, tehát ezeket adjuk, amíg a baba nem eszik az első hónapokban, akár ugye az első 6 hónapban, amíg ugye nem tud olyan mennyiségűt kapni, de ha nem, nincs mellett anyatej, akkor mindenképpen a továbbiakban is adunk tápszert, csak akkor az már lehet az anyatej kiegészítő tápszer, a kettes jelű, tehát ez már a 7. hónap körül van, és úgy, hogy a baba mindenképpen hozzátáplált már megfelelő módon, legalább naponta 3-4-szer, de már akár ugye kaphat többször is, akkor már ételt, és ugye mivel nem ízvadászok, egyenként vezetjük be, és egyéb, de nem mondom el az előzőket, hiszen tényleg remekül meg tudjátok ezeket nézni. Na most vannak speciális allergiára való, refluxos babáknak való, de ezekkel most mi nem foglalkozunk, mert ezek, de önmagában az egész tápszerbevezetés, ez tartozik a gyermekgyógyászatokra és a védőnőtökre is. Tehát ők is tudnak sokkal jobban tanácsokat adni, mint én, tehát itt most megbeszéljük az alapvetéseket, és akkor ővelük beszéljétek meg a konkrétumot, hogy milyen tápszert javasolnak a ti kisbabátoknak, az egyéni fejlettségének, testsúlyának és egyebeknek megfelelően, csak hogy tudjatok, hogy ilyen alapfogalmakhoz kell ezt az egészet rendelni. Annyit szeretnék csak mondani, Julika, hogy nálam a kismamáim szinte, nem tudom, ha 80%-a, amikor jön ilyen kelengye bevásárlásra, akkor mennek oda a polthoz, ahol bébi ételek vannak, és hogy tápszerünk miért nincs. Úgyhogy én sem győzöm eléggé hangsúlyozni nekik, hogy ez nem olyan dolog, amit így leemelek a polcról, amikor még belül van a baba a pocakban, hogy legyen otthon tartalékba tápszer. Úgyhogy ezt hangsúlyozzuk mind a ketten, nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a gyerekorvos, illetve a védőnő, amikor már úgy látja, hogy szükség van kiegészítésre, akkor a babának megfelelő típusú tápszert fog felírni, és azt kell a gyógyszertárban megvenni, tehát ez nem a bababoltnak a kompetenciája, én úgy gondolom. Így van, teljesen jól mondtad, Klári, és amit, tehát akik tudják, hogy betegek, vagy tudják magukról, hogy ők valami miatt úgy döntöttek, hogy nem kezdik, el sem kezdik szoptatni a babákat, rendkívül ritka, de mégis előfordulhat. Tehát akkor ők eleve tisztázzák, hogy melyik anyatejhelyettesítő tápszert javasolja a gyermekgyógyász. Mert itt meg különösen rendkívül fontos, hiszen ott az első 3 hónapban biztos, hogy teljesen nem fog más kapni a baba, legfeljebb változnak a tápszeren, tehát ott mindenképpen orvos és védőnő irányítottnak kell lenni, és ugye ott is gyakorlatilag nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy ugyanolyan módon kell a tápszeres babáknál is a hozzátáplálásnak ugyanaz a menete, mint a nem tápszeresnek, legfeljebb egy kicsit előbbre csúszik. Tehát nagyon sokan félreértették például az előző adásainkat, mert azt hitték, hogy ez csak a szoptatós anyukáknak szól. Dehogy is, legalább úgy szól azoknak, akiknél valami zökkenő van, és tápszerrel kell, vagy teljesen újszülött kortól, vagy 3-4 hónapos babánál már bejönnek ezek a hibapontok, amikről beszéltünk, és akkor sem kell idegeskedni, ha idegesítitek magatokat, akkor egyre több tápszerre lesz szükség, és egyre kevesebb lesz az anyatejetek, ugye a kereslet-kínálat elve miatt. Na most, amit tudjatok mindenképpen, hogy az első fél évben legalább 5 deciliter
Tehát fél liter tápszerre szükség van, ha nincs anyatej. Semmilyen módon nem tudjátok úgy megetetni a babát, hogy az ő tápanyag, fehérje, egyéb igényeit kielégítsétek, hogyha nem szopik már. Ha szopik, akkor pedig arra egészítsétek ki, hogy a fél liter legyen a szopott anyatej mennyisége, meg a tápszer mennyisége együttesen. Na most, ami a következő dián van, azt már nagyjából el is mondtam, ami a lényege, hogyha jól tudjátok abba a dinamizmusba, ahogy szerepel az előzőekben etetni a babát, akkor feltehetőleg 6-12 hónapos korában már nincs is igazán szüksége, de hogyha teljesen semennyit sem szopik, akkor azért még minden valószínűség szerint igen, de egy éves korra, viszont egy éves kor után már nem fog kelleni tápszerhez nyúlni, mert eleve akkor már mindenféle gabonapelyhek, meg mindenféle egyebek vannak. Ez megint az, hogy ahogy ti is érzitek, nagyon szeretik a babák ezeket, tehát a különböző tejpelyheket, tehát azokat is csak akkor kell bevezetni, hogyha már tényleg nagyon le akartok állni a szoptatással, mert annyira szeretik a gyerekek, hogy olyan is előfordulhat, hogy emiatt elválasztják ők magukat. Na és ugye, hogy igenis tudni kell, hogy hogyan kell megcsinálni ezt a tápszert, mert nagyon sok buktatója van. Ugye az alaphigiéne, az nagyon fontos. Az alaphigiéne része, hogy mindig alaposan kezet mostok, és azt a felületet, ahol a tápszert készítitek, azt ott le kell rendszeresen törölni, esetenként lefertőtleníteni, ha például krumpli volt rajta, mert általában ugye a konyhába készítitek a tápszert, úgyhogy akkor, hogyha ilyen, ami földes dolog volt, akkor fertőtlenítsétek is le. A felbontott tápszert csak 3 hétig lehet használni. Nagyon szépen kérek benneteket, és akkor is hűvös helyen és jól zárjátok le. Ne használjátok tovább, tehát tudom, hogy nagyon nehéz, nagyon drágák ezek a tápszerek, de akkor is az alatt ugyanis a tápszer nem steril. És a levegőbe, a környezetben lévő kórokozók elszaporodnak a teljes tápszerbe, ugyanúgy a porba. Tehát nagyon fontos, hogy ez legyen a fejetekben, hogy mindig bezárom, hűvös helyre teszem, és utána pedig az, hogyha 3 hete van már, írjátok rá egy filctollal, hogy mikor nyitottátok ki, és ha véletlen valaki kint felejti, akkor az húzódjon előbbre az az időpont, mert ha kint van egy napot a levegőn, akkor már bizony el kell rajta gondolkozni, hogy a kis csecsemőnek azt odaadjátok, vagy se. Mindig felforralt vízzel dolgozzatok, kivéve ha babavizet vásároltok. A babavizet nem kell felforralni. Amikor felforraltátok, akkor utána vissza kell hűteni 70 fokra, körülbelül, hát ezt kitapasztaljátok. Kitapasztaljátok, hogy a ti vízforralótokban, meg eleve, hogy mennyi az a folyadék, és akkor érzitek, amikor már nem süt, nem van köt körülötte, akkor lesz körülbelül 70 fokos. Elfelejtettem most hozni, de léteznek olyan lázmérők, amivel egyéb felület hőmérsékletet is lehet mérni, az erre szerintem nagy segítség lehet. Tehát olyan, amivel ugye lázat is tudunk mérni, de ezeknek az érintésmentes lázmérőknek a nagy része olyan, hogy egyéb felületet is lehet vele mérni. De az fontos, hogy ugye ez nem egy ételhőmérő, tehát nem a belsejét nézem a cumis üvegnek, hanem a felületét, de támpont, tehát egy néhány fok eltérés lehet. Igen, egy kicsit ezt apukának is be kell gyakorolni. A tapintásra ez ugye sokat segíthet, és hogyha ez olyan hőmérő, hogy nem csak, tehát, hogy nem csak erre veszitek meg, mert azért az túlzás lenne ugye árva, de így, hogy az igazán hőmérő is, így úgy is kell, hogy legyen otthon, tehát akkor esetlegesen érdemes azt választani. Na most a vízforralókról, és majd végig fog ez futni, ez a környezettudatosság és ugye a kioldódási problémák, hogy a babáknál ugye nagyon-nagyon oda kell figyelni a kioldódásra. Tehát az a lényeg, hogy olyan forralót használjatok, ami vagy
porcelán, vagy üveg, vagy pedig rozsdamentes acél, amiből nincs kioldódás. Most a Klárinak a kezében van egy nagyon klassz. Ez egy üvegvízforraló. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon hasznos darab, és hát a környezettudatosság miatt azért szerintem most már szépen lassan nem ártana áttérnünk a műanyag cuccokról az üveg, illetve rozsdamentes acél. Igen, főleg ugye ott, és majd ezt hallani fogjátok, olyan esetekben, amikor nem lehet megakadályozni azt, hogy 100 fokos vagy még magasabb hőfokú vízzel találkozik az az edény. Hát ugye a cumusüvegeknél meg tudjuk akadályozni, mert nem véletlenül mondtam, hogy 70 fokos legyen az a víz, mert utána ami a tápszert beleadagoltátok a cumusüvegbe, és úgy öntitek rá a megfelelő mennyiségű, körülbelül 70 Celsius fokra lehűtött vizet. És akkor ezt utána össze kell forgatni az üvegbe, és az összeforgatott kész gyakorlatilag arra, hogy etetni lehessen vele a babát. És vannak még olyan alapvetések, amikre nem biztos, hogy mindig oda figyeltek, de most, hogy így látjátok, hogy fontos, biztos, hogy oda fogtok. Például ilyen, hogy az elkészített tápszert fél órán belül meg kell etetni a babával. Vagy ki kell önteni. Na most, hogyha persze, ha most eltett 35 perc, szóval azért nem állott senki stopperrel, de nem az, hogy sokszor látom, hogy például Balatonparton fekszenek a fűszfalat, és ugyanabban a marha nagy cumis üvegből etetik a pici csecsemőt, ami rendben van, ott van a falat, jó helyen van, ott van vele a szüleje, minden, de hát nem az, hogy egész nap abból az egy óriás cumis üvegből etetik a gyereket reggeltől estig. Eleve borzasztó is lehet már a gyereknek, abban a dögmelegben biztos tele lesz melegkiütésekkel, de másrészt nem csak melegkiütéses lesz, hanem gyomorrontásos is, hiszen mi sem csináljuk azt, hogy ott vagyunk kint egy 35 fokos strandon, olyan az alaphőmérséklet körülbelül, és akkor ugyanazt a teljes italunkat iszogatjuk reggeltől estig, tehát ezt nem szabad csinálni. A kinyitott flakont, a vízes flakont, ha babavizet vesztek, mert ugye azt nem kell forralni, csak felmelegíteni 70 fokosra, azt két napig használjátok, és ne tovább, utána igyátok meg ti. Tehát most nem olyan őrült áron vannak ezek a babavizek, hogy ezt ne lehetne elkészíteni belőle. Na most a tápszert lehetőleg frissen készítsétek, mert azért az pillanatok alatt megvan. Tehát azért attól, hogy ő tápszeres, a szoptatás ugye még sokkal hosszabb időt lenne, attól függetlenül legyetek olyan kedvesek a tápszert lehetőleg frissen elkészíteni. Na most akkor megyünk további diára, hogyha mégis úgy döntesz, hogy több készítesz el, akkor pedig az a fontos, hogy azonnal, tehát ugyanúgy készíted el, ahogy megbeszéltük, csak nagyobb adagot. Nagyon fontos, hogy azonnal vízfürdővel lehűteni, azonnal, és utána csak akkor tedd ezt el, ha jó minőségű hűtőszekrényed van, amiben nem 12 fok van, hanem 5 fok körüli hőmérséklet, tehát, vagy abba a részébe tedd be. Tehát semmiképp sem tárolunk semmiféle ilyen babaetetési cuccot az ajtóba, ahol jóval kisebb, meg sokkal változóbb a hőmérséklet. A tápszerkészítésnél mindig úgy csináljátok, ahogy rá van írva a dobozra. Nagyon sokszor értelmezünk úgy a babatáplálásnál is dolgokat, főleg ott, hogy hát én most annyira szeretném, hogy mindent megkapjon, és túl gondoljuk a dolgot, és nem annyi tápszert teszünk bele, amennyi rá van írva, hogy egy deciliterhez mennyi kis kanálkával tegyetek bele. A kanálkának, se nem laposnak, mert akkor alá fogjátok dozírozni, se nem pupozottnak kell lennie, mert akkor meg túl fogjátok adagolni. Annak laposnak kell lenni, tehát akkor egy fakanállal, vagy valamit állandósítsatok, amivel le
húzzátok, hogy egyenletes legyen, vagy egy tortakanállal, meg lehet ezt mindent, meg lehet oldani, kreatívak vagytok, és gyakorlatilag, ha elrontjátok a számolást, akkor kezdjétek előről. Mert nem szabad túladagolni, és aluladagolni sem. Mi történik, ha túladagoljátok? Hát akkor túl koncentrált lesz a tápszer, és ennek következtében a baba szomjas lesz. Mert ugye ez ki van kalibrálva, hogy megkapja a megfelelő tápanyag mennyiséget, vitamint, mindent a tápszerrel is, és, de ne legyen szomjas. És akkor elkezd sírni szegény, mert szomjas. Mit csinál az anyuka, apuka? Jó, megeteti újra. Na most akkor még szomjasabb lesz, és akkor így bele lehet menni egy ördögi körbe, tehát kérlek benneteket sokkal egyszerűbb rá odafigyelni, és hát ezt, hogyha most így tudjátok, akkor nem teszek avval jót a kicsiktekkel, hogyha a pupozott kanalakat tesztek, mert az emberben így benne van a kis ördög. Ha alul, akkor pedig nem fog fejlődni megfelelően, mert akkor meg csak több folyadékot kap, és sokkal kevesebb fehérjéhez jut, egyebekhez, zsírhoz, hiszen abban minden bele van kalibrálva, amire szüksége van. Amikor betettétek a kimért tápszert, ráöntöttétek a vizet, akkor nem összerázzuk, mint az őrült lehetőleg, hanem egy hosszú nyelű kanállal, vagy egy tápszermixerrel. Figyeljetek, mert amelyik habosít, az nem igazán jó. Össze kell keverni, elegyíteni kell. Mert ha nem sikerül elegyíteni, akkor az első etetésnél bele fog menni a babának a cumijába, a cumisüvegének a hegyébe a tápszer, hiszen a port oda fogja lökni, amikor így rögtön így elkezditek rázni. És akkor, mert ugye feljön a tápszerre a tetejére, és akkor utána ki kell persze nyomkodni, mert látjátok, tehát akkor, ha mégis így adódik, akkor nyomkodjátok ki belőle, mert el fogja dugítani és a cuminak a lukát, hiszen mindig a legkisebb lukú cumival adjátok a tápszert is a babának, tehát ugyanúgy, mint ha előtte vizet adtatok, mindaddig, amíg szopik, hogy klasszul a babának, ugye a mozogjon, dolgozzon az izmai, az egész mechanizmus történjen meg, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy még nagyobb gond ne legyen, hogy nem a szopó mozgást végezze a picike a mellen. Klári, mutat nektek? Hosszú nyelű kanalat hoztam, hogy lássátok, hogy milyen az, és a későbbiekben is jól fog jönni, ugye, amikor már bébi ételes üvegről van szó, de azért mindig nézzétek meg, hogy lássátok az arányt, itt mutatok egy rövidet, tehát így ez a hosszú nyelű kanal, jó? Tehát amikor kiderül, hogy tápszert kell használni, akkor ilyesmi kanalat keressetek, aminek ilyen jó hosszú a nyele. És van egy csomó olyan, aminek már van benne egy hőérzékelő rész, és akkor elszíneződik, hogyha túl forró, tehát az még pluszban vizuálisan is segít nektek abban, hogy nehogy túl meleg ételt adjatok a babának. És akkor most menjünk a következő diára, mert ugye ezek a cumisüvegeknél és a tápszerkészítéshez az is hozzátartozó, hogy jó cumisüveg legyen, és olyan, amikből nem oldódnak ki mindenféle káros anyagok. A cumisüvegekből új cumisüvegeket vizsgálnak be, és nem olyat, ami repedezett. Tehát nem véletlenül írják azt, hogy bizonyos időnként cserélni kell, még a cumisüveget is, nem még az etetőcumit, ami ugye általában szilikon. Főleg cserélni kell az etetőcumit, hogyha latex, gumi cumit választotok, olyan cumisüveget, annál pedig nagyon figyeljétek meg, hogyha egy éves elmúlt az a cumisüveg, annak a gyártási ideje több mint egy éves, ne vegyétek meg. A fél év után elkezd öregedni a gumicumi, és egy év után az öregedése úgy jelenik meg, hogy megkeményedik, és töredezni fog. Tehát nem szabad olyan cumi használni, aminél nincs biztonság. Az első sluknál, vagy az elsőnél, hogyha baba hirtelen valamiért
sírna, vagy egyéb egy kicsit, vagy elkezdene pont az alatt, a pillanatok alatt nyüszögni, amikor a szájába rakjátok, mert ugye síró gyereket nem, a szájába nem tuszkoljuk a cumisüveget, akkor abból kitörhet egy kis darab, és még a babának a fulladásához is vezethet. Egy szónak is száz a vége. A latex cumik, gumicumik, amik egy év után nem használhatók. Tehát egyébként jók lennének, mert jó puhák, nyúlékonyak, de figyeljétek meg, nézzétek meg, és ha találtok olyat a magyar kereskedelemben, akkor vegyetek nyugodtan latexet, de akkor még nagyobb nyomatékkal figyeljetek rá. Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy már viszonylag kevés cég gyárt latexes etetőcumit, pontosan emiatt, mert ezeknek nagyon rövid a lejárati idejük, úgyhogy most már a gyártoknak a nagy többsége szilikonosat gyárt, de nagyon sok olyan van, ami borzasztóan puha. Tehát ott arra érdemes figyelni, hogy mennyire nyúlékony és mennyire puha azzal együtt, hogy nem latexes. Jó? Tehát találtok még néhányat, de keveset. Szuper. Mert ugye, hogyha repedezett a cumisüveg, főleg ha repett a cumi, hát elő nem fordulhat, mert akkor bedől a szájába, és az okoz a gyereknek akár fulladás, de hát az sem szerencsés, amikor olyan adag zúdul be a kis szájzugába, hogy az orrán is jön vissza a folyadék, tehát ezeket akkor nagyon tartsátok be. Vannak, amiket itt erről a diáról már beszéltünk, nem beszéltünk arról, hogy a házon kívül hogyan készítsétek el a tápszert. Ugyanúgy. Mégpedig a táp csak avval a különbséggel, hogy nem ott méregetitek a tápszert bele a cumisüvegbe, hanem beleméritek előtte a cumisüvegbe, és úgy viszitek el magatokkal. És akkor viszont vagy meleg vizet visztek magatokkal, és akkor ugye beletehetitek egész forrón a meleg vizet a tartóba, mert akkor az úgyis lehűl valamennyire. Ha tudjátok, hogy nagyon soká fogtok, később fogjátok, tehát egy 3-4 óra múlva fogjátok etetni a gyerekkel, akkor nagyon ajánlom a rozsdamentes acél belsejű, amiben ugye nem okoz, hogy abba rakjátok a vizet, de lehet, hogy olyan helyre mentek, ahol meg tudjátok melegíteni a vizet, illetve, hogyha tudjátok, hogy nagyon hamar, akkor pedig ugye be kell valamiben legalább ugyolálni, de sose itassátok a babát olyan hideg vízzel, és ne akarjátok a tápszert hideg vízzel összerázva adni, mert az nem fog úgy elegyedni, hiszen ezt tudjuk magunk is minden kajánkról, hogy meleg vízzel a zsírt jobban oldja egyebek, na most ott pedig arra nincs szükség, hogy időnként pordarabok slukkolódjanak be a babának, ezt be kell tartani. Szálljunk rá időt, és mindjárt beszélünk arról is, hogy hogyan etessük a kicsikéket, mert ők attól, hogy tápszert kapnak, még ugyanolyan a szeretetre, az összebújásra ugyanolyan nagy szükségük lehet. Ne melegítsétek a vizet mikróba, nem szerencsés, és hát főleg ne melegítsétek a tápszert mikróba, mert a szélén sokkal melegebb lesz, ott tönkre teszi a tápanyagokat, ugye össze lehet forgatni utána, de gyakorlatilag az azért nem olyan, meg ha beletesztek például olyan műanyag edénybe vizet, ami nem a baba etetésre bevizsgált, a mikróba lévő nagyon magas hőmérsékletre kioldódhatnak a gyereknek a vizébe olyan anyagok, amiknek semmi szüksége nincs a babának, sőt ártalmasak. Tehát legyetek szívesek, ha végképp mikróba akartok melegíteni, akkor olyan minőségű üvegbe melegítsétek, ami ilyen boriszilikát anyagok, amikből nincs magasabb hőmérsékleten sem kioldódás. Tehát ezt mindig nagyon-nagyon meg kell figyelni. És bármilyen cumisüveget vesztek, nagyon kérlek benneteket, hogy lehetőleg olyan helyen vegyétek, ha csak nem vagy, nincs olyan óriási probléma, vagy olyan hirtelen helyzet, de ne legyen olyan, ahol bevizsgált dolgokat árulnak. Ilyenek a babaáruházak, a multik,
a gyógyszertárak. Tehát nagyon fontos ez, mert sok olyat adnak el, amivel nagy bajt tudtok csinálni a pici babátoknak, főleg ha tápszeres, mert a melegre olyan kioldódás lesz meg eleve, olyan anyagokat, BPA-t, nehézfémeket, mindenféléket tartalmaznak, amik örökre felhalmozódnak, főleg a nehézfények, az ócska üvegcumis üvegekbe, amiket a piacon meg egyéb helyeken a bevizsgálatlan dolgok, és hát ugye a cumiknál is életveszélyes helyzeteket hozhattok létre, tehát legyetek szívesek erre figyelni. Itt az általunk forgalmazott, illetve hát a baba kereskedelemben kapható csomagolásokon mindig egy piktogram jelzi, hogy ezek biztonságosak számotokra, úgyhogy ezeket a kis jelzéseket kell figyelnetek, vagy az üvegeknél is, tehát hogyha üvegcumis üvegről van szó, ott is jelzi, hogy ebben nincs semmiféle károsító anyag, tehát amik általunk forgalomba kerülnek, azoktól egyáltalán nem kell félnetek, csak nagyon sok minden forog másodkézbe, harmadkézbe, esetleg örököltetek barátoktól, ismerősöktől, és lehet, hogy ott már 8-10 éves a gyerkőc, ott azért egy kicsit legyetek szkeptikusak, jó? Tehát erre nagyon-nagyon kell ügyelni. Igen, hát ugye mi vagyunk a felelősek, ti vagytok a felelősek ugye a babának az egészségéért, inkább legyen kevesebb, és hát ugye hamar legyen akkor a hozzátáplálás, tehát de ne használjatok olyan használt dolgokat, amik nem biztonságos helyről vannak, és tényleg már fene se tudja, hogy mennyi ideje állnak, nehogy valami baj legyen. Mielőtt attól függetlenül, ugye, hogy lehűtöttük, odafigyeltünk, ugye sose használjátok úgy, mindenképpen rá kell csöpögtetni egy-két cseppet a babának az ételéből, mielőtt a szájába teszitek. Na most ezek a cumis üvegeket, amiket most én itt mutogatok, ezeknek a cumia egyébként nem folyik, csak addig, tehát ezt meg tudjátok csinálni, amíg a folyadék ki nem szorítja a levegőt, amit ugye előtte kell nektek megcsinálni mindenképpen, mert ugye nem levegőzős cumit rakunk a gyerek szájába. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy teljesen tele legyen folyadékat, tökéletesen mindegy, hogy hol van a szelepe, milyen szeleprendszere van, ami végig megy az üvegen, vagy itt fölül van, vagy akárhol van. Mindenképpen tele kell lenni, mert ha nincs tele, akkor a levegőt fogja nyelni a baba. Tehát és ez a cumi utána nem fog csepegni, csak addig, de az elég arra, hogy kipróbáltátok, hogy ugye ott a babátoknál nem fog meleg tudsz kerülni a kis szájába és megégetni, mert azután aztán, hogy fog bármilyen cumis üveget vagy bármit elfogadni, hát az bizony nagyon érdekes történet lesz, de hát nyilván, hogy nagyon figyeltek is rá. A Klári mutatja itt közbe az, hogy hogyan kell megfogni a babát. A babát nem támasztjuk fel, ne önettetőztessétek a gyerekeket. Őnekik akkor is szükségük van, tehát az evés ilyenkor, az ebben a csecsemő időszakban, egy éves korig főleg, az a kapcsolat is. Tehát ez nem csak, hogy most eszik, hanem az szüksége van arra, hogy érezze a mamát, érezze a papát, érezze a nagymamát, mert összebújást is jelent az, és egy megnyugvást. Tehát nagyon-nagyon szomorú vagyok, amikor látom ezt a babakocsit, vagy otthon a gyereknek felráraknak egy paplant, aztán vagy egy kis párnát oda a mellkasára, és akkor föltámogatják. Ne tegyétek, legyetek szívesek. Pont azért, hogy a babának semmiképp se zúduljon semmilyen cumis üvegből a szájába a folyadék, nem ebben a ringattól teljesen levit pozícióban etetjük, hanem úgy, ahogy látjátok a Klárinál, hogy ilyen félig ülő helyzetben. Ez a helyes itatási pozíció. És nem fejreállított cumis üveggel etetünk, de az nem is teszi lehetővé, a fekvő az lehetővé teszi, de akkor be fog zuhanni a kisbaba szájába, hanem ebbe a pozícióba pontosan úgy, ahogy a Klári mutatja. Tehát ez egy rendkívül fontos.
Na most, ugye nem nyugtató cumi az etető cumi, tehát ne adjátok a babának nyugtató cumiként, mert abból csak megint csak gondok lehetnek, és nem rakunk a síró gyerek szájába. Előtte tessék megnyugtatni azt a babát. Tehát nekem az mindig gyanús, amikor ordító gyerek szájába tuszkolnak cumisüveget, akkor azért elég valószínűtlen, hogy az a baba az édesanyjának, vagy az édesapjának a karjában van, mert amikor nem csak éhes, hanem hisztizik is a baba, akkor arra meg szokott nyugodni, mert nem az éhség dominál benne, meg hát nem kell megvárni azért a cumisüveges etetésnél se, hogy a gyerek úgy ordítson, mint a sakál, mert akkor telenyeli magát ugyanúgy levegővel, mintha szopna, és utána hiába van bármilyen szelepes cumi, az tulajdonképpen fájni fog a hasa. Na most az csak a gyártóknak a dumája. Ha tele van a cumisüveg folyadékkal, akkor tök mindegy, hogy milyen a szerep. Tehát ennek nem kell bedőlni, hogy most azért van a babának fáj a hasa, azért nyer sok levegőt, mert így vagy ott van a szerepe. Nem, azért, mert nincs tele, vagy pedig nagyon gyors evésre kényszerítitek, mert nem megfelelő szögbe etetitek, vagy nem megfelelő lyukú cumival. Tehát maradunk a babáknál, az egy lyukú cuminál, vagy az SS cuminál, amíg bármilyen esély van rá, hogy a baba fog még szopni, akkor mindenképpen, de egyébként is, és amikor már olyasmit akartok vele itatni, ami nem tápszer, tehát már lehetnek benne valami ilyen folyékonyabbra készítendő, nem tudom, hogy milyen, de lehetnek olyan gabona, pelyhek, egyebek, akkor ugye lehet már, de hát addigra már úgyis elmúlt fél éves, akkor már lehet nagyobb lyukú cumikat elővenni. És a pépes ételt megkanalazzuk, és nem etetjük cumiból, mert azt tényleg ne tegyétek. Én azt szoktam mondani, mikor kérdezik, hogy mikor váltsanak cumi fejet, hogy ne az domináljon, hogy mi van ráírva az etető cuminak, mert ugye sok gyártónál úgy van, hogy 3 pluszos, 6 pluszos, 0 pluszos, tehát ne az legyen a lényeg, hogy mennyi idős a baba, hanem hogy milyen állagú az a tápszer vagy tejcsi, amit adok neki, és nyilván, hogyha van egy olyan tápszerünk, ami például a refluxos babáknak sűrűbb, akkor szegény baba a nullás lukú cumival, még hogyha 2 vagy 3 hónapos nem fog boldogulni, akkor bizony váltani kell cumifejet. De fordított esetben, hogyha ilyen anyatej állagú cumit, vagy sűrűségű tápszert kap a baba, és ő 4 hónapos, azért nem kell váltani 6 hónapos cumifejre, hanem minél tovább, minél kisebb lukú cumival fogadja el a baba, annál jobb, mert annál inkább arra inspiráljuk, hogy azért még valamennyi szopi legyen, hogyha lehet. Nagyon köszönöm Klárinak, mert Magyarországon valami miatt nagyon sok refluxos gyerek van, és általában a reflux 2 és 4 hónapos korukban jelentkezik, tehát akkor jelentkezik legtöbb, van, amikor előbb, és emiatt bizony nagyon hamar felírják a refluxos tápszert, és az muszáj is, hogy azt kell csinálni, amit akkor a gyerekgyógyász, főleg gyerekgastroenterológus, de simán a gyerekgyógyász, vagy a védőnő mond, és hogyha ilyen tápszert kell kapjon, akkor az nagyon fontos, mert azt ugye a refluxos baba egy idő után, hogy ezt a nagyon csípős, nyomorsavval érintkezett folyadékot, hogyha visszabukja, az szétmarja ugye a nyelőcsövét, és akár ugye véres váladék ürülhet a kis nyelőcsövéből, és nagyon elutasíthatja egyáltalán az evést. Tehát borzasztó tragédiákhoz tud vezetni, úgyhogy nagyon kérlek benneteket, hogy akkor viszont tényleg az a lényeg, hogy ahogy érzitek, hogy ahogy be tudja belőle a baba inni, és akkor se kezdjetek mindjárt a 3-asnál, hanem próbáljátok ki. De előfordulhat, hogy a 3-ashoz kell nyúlnotok, attól függően is, ahogy mit mond a gyerekgyógyász, hogy milyen sűrűséget kell adjatok, mert azt meg szokták mondani, és ilyenkor nagyon sokszor anyatej is kerül ebbe a tábba, tehát az anyatejet is használnak hozzá, tehát ezt vegyétek figyelembe, és ügyesen, hiszen
higgyétek el, hogy ti jobban tudjátok, mint mi. Mi egy kis irányt tudunk adni, de ti vagytok a mama, meg a papa, nektek van az anya és apai ösztönötök. Menni fog minden remekül. A cumikról még annyit, hogy most már léteznek ezek a cumik, amik csak akkor ürülnek, amikor a baba szívja a cumit, és az nagyon jó dolog, mert akkor nem megy bele a gyerek szájába a tápszer, akkor is, amikor elalszik, vagy szünetet szeretne tartani, vagy éppen még a nyelési fázisban van, úgyhogy hát ezt ezen érdeklődjetek utána. De ahhoz, hogy egy cumi jó legyen, ahhoz meg kell nézni, mert ugye mindig arra törekszünk a cuminál, hogy olyan legyen, ami a legjobban utánozza az édesanyjának a belvívmóját és annak az ürülését. Amik általában olyanok, hogy itt a külseje, egy kicsit itt a alsó része, ez keményebb legyen, mint a bimbódvar, és itt ez meg nagyon nyúlékony, összepréselhető, mint amilyen a mamának a melbimbója. Mert ugye meg kell csinálni a cumis üveggel is azt a mozgást, hogy fölpasszírozza, összenyomja a gyakorlatilag a cumit, megnyújtja és fölpréseli a szájpadra, és ezt a hullámmozgást meg kell tudni csinálni. A minimanóba mindenféle cumit ki tudtok szedni, mindenféle cumit meg tudtok nézni, meg tudtok fogdosni, és akkor ki tudjátok választani azt, ami puha, összepréselhető, és hát ugye az a non plus ultra, amelyikből csak akkor ürül a folyadék, amikor a baba szívja. Tehát nem csöpög egyébként. A cumis üveges etetésnek a kezdetekor, ugye az első alkalmakkor, főleg egy szopó babánál lehet egy kis averzió, mert ugye ő nagyon szeret szopni. És ugye itt is nagyon fontos, hogy legyen szépen a karotokba. Akkor ilyenkor nagyon jó az, hogyha csak felajánlod a cumit, és nem dugdosod, és nem nyomkodod bele a babának a szájába, hanem oda teszed, ugyanúgy hozzáérinted, ahogy a melbimbót, és ha kész rá, mert itt is nagyon fontos, hogy ne csak a tetejét szopja, mert hogyha ha nagy lyukú cumi, és csak a csúcsát szopja a cuminak, akkor fog kialakulni a cumizavar nevű borzasztó helyzet, amikor majd a cicidet is így veszi be, és ugye a cumis üvegből becsöpög, a rossz cumis üvegből, majd nem jó méretű cumiból, főleg a szájába a tej, de a jóból az sem, hanem ugye hátra kellene húzni a egészen, hogy a lágy szájpadot érje el a cumi. Emlékeztek rá, hogy beszéltük, hogyha a fogatok mögé beteszitek a nyelveteket, ott van a kemény szájpad. Nem oda kell, mert ha oda dörgölgeti utána a bimbótokhoz, a kemény szájpadjához, akkor úgy fog fájni, hogy ti is sírni fogtok, de akkor a babánosnak se lesz meg ez a hullámozgás, nem fog ürülni a tej, akkor mindenki bőg. Anya bőg, mert fáj, baba bőg, mert éhes és dühös, hogy ő itt dolgozik. Tehát ez a cumi zavar. Tehát mindig úgy kell bekapni a cumit, hogy azt is, mint ahogy körülbelül olyan területet, mint a bimbó és a bimbó udvarnak az egy része. Az előbb a Klári mutatott egy cumis üveg szettet, aminél az a jó, hogy egy befektetéssel, ez egy kezdőszett, ami, hogyha nem tudjátok még a helyzetet, amit ugye nem is lehet előre azért annyira tudni, akkor van benne kicsi, ami ugye a mennyiség, és eleinte biztos, hogy jó ideig nem kell több, aztán a 160 ml-es van benne nagy. És a kicsin van a S-es cumi, az újszülött cumi, a 240-es cumis üvegen van az M-es cumi, és még bele van csomagolva egy P-es cumi, tehát ami már az L-es, tehát ami egyébként van. Az 1, 2 és 3 lyukú sok cumin, ennél pedig a cuminak a lévő lyuknak a mérete szabja meg, tehát nem úgy van kalibrálva, hogy egy lyuk, két lyuk, három lyuk, mindenféle van. Tehát akkor egy befektetéssel lehet, hogy abszolút elég lesz mindenre ez a cumis üveg, főleg, hogyha szopik a baba, és akkor nem kap
nem fogtok sírdogálni, hogy most akkor miért kellett nekem ennyi cumis üveget megvenni, mert ugye ezek minden egyik a másikával kompatibilis, és akkor minden megoldásotok megvan egyben. Na most ugye beszéltünk már arról is, hogy ugye nem az ordító sírobaba, ellenálló babát nem erőltetjük, ugyanakkor, ha a gyerek ellenáll egy kicsit, akkor kevésbé fog ellenállni, amikor már egy kicsit álmos. Nem alszik, mint a tök, hanem olyan az, amikor már kezélába, hanem amikor álmos már, akkor lehet, hogy hamarabb el fogja fogadni. Na most mindig kis mennyiséggel kezdjük, és akkor ahogy azt elfogadta, úgy apródonként, tehát ilyen 10-15 milliliterrel emeljétek az adagot, és ne többel. Tehát segítséget adjatok a babának, mehetünk tovább. Ehhez mi kell? A baba teljes szimbiózisban van veletek, anyával, apával. Ha ti közben egymással veszekedtek, ideges vagy, fáradt vagy, beteg vagy, akkor ő ezt leképezi. Tehát nagyon fontos lenne, hogy nyugodtan, ne gondoljátok, hogy most azt egy perc alatt meg kell innia, mert most valami rém fontos elmenni valóban, tehát erre rá kell szállni ugyanúgy az időt, és meg kell várni, hogy a babának ez a típusú szopási készsége, ami a cumi szopás, az kialakuljon. A nagyon éhes babát már szintén nem biztos, hogy okvetlen, de lehet, hogy könnyebben elfogadja, de még nem ordít. Tehát ezeket átbeszéltük, hogy nem döntjük úgy meg, és akkor, hogy a baba tudja szabályozni, és ne ti. Tehát nem löködjük a szájpadlásához. És amikor beteszitek a baba szájába, tehát ő már tátja a száját, akkor figyeljetek, hogy a cumi ne egyenesen álljon a kezetekbe, hanem egy kicsit fölfele nézzen a cumi a behelyezésnél, mert ha előre néz, akkor esetleg egy hányást válthat ki, mert hogyha ugye ott közel kerül, és lenyomja a nyelvet, és közel kerül, amit úgy hívunk, ugye, hogy ott uvula az a kis belógó részhez, akkor sugárba hányni fog a gyerek, kevésbé nagy sugárba, de akkor is van valami a gyomrába, ha más nem gyomor, úgyhogy, és akkor utána egy jó ideig biztos, hogy a cumisüveget, ha látja már, el fogja utasítani. Tehát egy picit fölfele álljon a cumi a befejezéskor. És milyen cumisüveget vegyetek? Mindenki olyat vesz, amilyet akar, de azt javaslom, hogy az első időszakban, amíg a babánál a szoptatás a cél, semmiképp se vegyetek olyan cumisüveget, és olyan, aminek olyan cumja van, ami gyorsan ürül, és próbáljátok ilyet, ami jól megnyújtható, hogy ne okozzon cumi zavart a babánál, ha mégis muszáj. El kell mennetek valahova, el kell menni a kontrollvizsgálatra, és akkor nehogy apuka, nagymama nem vállalja az egyéb módon való etetését, hogy a gyógyszer abból a spirispunkanálból, vagy svéditatóból, vagy egyéb módon, hanem csak cumisüvegből, de egyébként higgyétek el, hogy egy-egy etetés nem fog cumi zavart okozni a babánál, főleg, ha már jól kialakult szopási készsége van. Tehát az a jó, ha addig nem veszünk elő cumisüveget, amíg nincs jól kialakult szopási készsége. Na és hogy miből legyen? Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Az a lényeg, hogy ugye az előnye a műanyag cumisüvegeknek, hogy könnyűk, erősek, törhetetlenek, mert hát akkor is lesz olyan, amikor majd kilöki a kezetekből, sokféle méretre kaphatok, és olcsóbbak, mint az üvegcumisüvegek. Rengeteg féle van, és a későbbiekben már lehet arra venni, hogy milyen színű ruhát szerettek, lehet arra venni, hogy mókuskás legyen, vagy kis medvés, tehát utána ez már teljesen mindegy, mert utána már a fél év körül gyereknél, de még jóval előtte se, nincs már cumizavar. A hátránya ugye, hogy hamar elszíneződhet, a cumisüveg opálossá válnak, és hát sérülhet is, ha nem megfelelően tisztítjátok, majd arról is beszélünk. Az üvegcumisüvegek, azok sokkal szebbek maradnak,
főleg ha jó minőségét veszek, jelentősen drágábbak, viszont ennek megfelelően azért sokkal tartósabbak is, és megint mondom azt az anyagot, amit jó megjegyezni, hogy boriszilikán. Nagyon kérlek benneteket, hogy az üvegcím és üvegnél különösen figyeljetek oda, hogy hol veszitek. Mert az üvegből, és ne használjatok mindenféle üvegedényt a babánál, a nem véletlen, hogy másként vizsgálják be a baba etetésre alkalmas dolgokat. Mert tulajdonképpen a baba etetés az egy szentség, úgy kell bevizsgálva legyen, és nem oldódhat ki belőle semmi. Mert az nagyon nagy baj. Tehát nem veszünk meg mindenféle műanyag üveget, mindenféle üvegedényt, és abból adunk a babának, mert főleg az üvegnél. Mert még a BPA is olyan, hogy az is még kiürül a baba szervezetéből. De a nehézfém nem ürül ki. Azt egy életre hurcolja, és gondot okozhat. Ha egyéb ilyen tápszerhez cuccot akartok elvinni, akkor mindjárt megkérem a Klárit, hogy mutasson meg nektek egy olyan kis, sok mindenre használható tápszer adagoló, de baba étel és tápszer adagoló kis eszközt, ami egy rendkívül ügyes. Elmondja a Klári, hogy mi mindent tud. Ez egy ilyen kis torony tulajdonképpen, amiben elő tudjátok készíteni a kis tápszeradagokat, és légmentesen zár. Tehát itt is nyitom. Tehát hát én azt gyakorlatilag az arra való, hogyha még egy külön akarod, akkor azt ott ragyogóan azt külön rá tudod tenni. Tehát ez a későbbiekben lesz főleg jelentős, amikor mentek a játszótérre, és viszitek a falatkákat, meg a kis almadarabkákat, akkor is hibátlan, és a fölseje ott egy kis kulacs. És akkor abba tudjátok elvinni például a babavizet, és azt, mivel így le lehet róla szedni, tehát a bárhol, ha vagytok, akkor azt, hogyha beleteszitek, megmelegíteni egy vízfürdőbe, vagy valamibe, akkor azt ragyogóan meg tudjátok benne melegíteni, utána meg nagyszerűen tudjátok vinni a játszóterre is, hiszen abban az időszakban, amikor még a gyerek játszóteres, a legritkábban van szüksége másra, mint a finom vízre. És ugye Magyarországon a csapvíz is egy-két terület kivételével nagyszerűen használható, és azért én szeretek olyanokat mutatni, ami nem egy rövid életszakaszra való. És az mindig gond, hogyha elmegyünk pár órára, mi bevigyük neki a fincsi falatkákat, és mi bevegyünk vizet, és ebbe pedig nagyon kis adagokat, amik arra az időszakra biztosan elegendők, és többfélét tudtok vinni, és főleg azt, hogy a vizet is. Az előbb a következő dián, amit mutattam, egy részét már beszéltem róla, de most elkezdünk arról is, hogy széles szájúnak kell lennie a cumisüvegnek, azok a keskeny szájúakban nem tudtok könnyen tölteni, és arra is figyeljetek, hogy ugye azért, hogyha mesterségesen tápláljátok, tehát tápszerrel a babát, akkor azért főleg az első időszakban egy naponta azért jó kisterilizálni az eszközöket. És akkor vannak olyan sterilizálók, amiben nem férnek bele már a nagyobb méretű cumisüvegek. 3-30-as cumisüveg is nagyon rövid életszakasz lehet, amikor kellhet, mert ilyen mennyiséget, tehát úgy gondoljátok végig, hogy ti mikor isztok meg egyszerre több, mint 3 decit. Tehát már azok is szinte túlzások, de azt gondolom, hogy szinte ki lehet mondani, hogy túlzások, ha csak nem vizet isztek benne, mert azért az a gyerek, aki már több, mint 3 decit iszik, hogy miért kap tápszert, azt nem tudom, és miért csak tápszert kap, azt sem tudom igazán. Tehát olyat kell vinni, ami belefér a sterilizálóba, és főleg a bébi ételmelegítőbe. Mert aztán utána jön a krach, hogy olyan típusú vékony cumisüveg, ami nem fér bele az ételmelegítőbe, amik meg azért nem is annyira olcsóak, persze vannak jó áron is nagyon jók, és akkor mindig gondoljátok végig ezt a manővert, hogy mire akarjátok használni, és hogyan, és milyen cumisüvegetek van már,
akkor legyen ez is szempont a vásárláskor. És hát ugye a cumis üvegnél pedig arra kell még nagyon figyelni, hogy figyeljük a természetet, tehát figyeljétek meg, hogy van-e rajta az a jelzés, hogy környezetbarát újra hasznosítható, mert ma már igenis a jövő a babátoké, a jövő a tiétek, és a még távolabbi jövő a babákért. Tehát figyelünk a környezet tudatosságra is mindenféle szempontból. És itt ugye ezek az olyan cumis üvegek, aminek a cumija csak akkor őrül, amikor a baba szívja, azok általában elnyerik a fogorvosoknak a támogatását is, az ő véleményük is ez. De én nagyon kérek benneteket, hogyha a gyerek elaludt, akkor ne hagyjátok benne csöpögni a tápszert, ha másmilyen cumi van. Egyébként, ha nem nyomkodja, és nem felállítva van a cumi, akkor egyik cumia sem folyhat azoknak, amik erre vannak, így vannak elkészítve. De vegyétek ki a baba szájából. Nem kell a gyereket, az csak túletetéshez vezethet, mert kínjában már alszik, és akkor is egy idő után le fogja nyelni, vagy kicsorgatja, mert valamiért még ugye hajlamosabbak vagyunk, egy szopóbabát nem lehet túletetni, de bizony a tápszeres babát lehet, akkor rádörgölgetik a cumit a szájpadlására, akkor vannak olyan cumis üvegek, amiket még nyomni is lehet, és akkor utána csak nézik, hogy olyan, mint egy Michelin baba, a már egy év fölötti gyerek is, mert már túl van etetve mielőtt eléri azt a kort, hogy ő felelős érte. A mikroműanyag kioldódása is mindig foglalkoztatja az édesanyákat nagyon helyesen. És ezt meg is tudjátok figyelni, mert van, hogy, és el tudjátok különíteni a cumis üvegeknél, hogy melyik az, amit megvásároljatok. Meg kell nézni, itt az alján vannak rajta az adatok, minden cumis üvegnek az alján, tehát ezt legyetek szívesek mindig nagy gonddal megfigyelni. A leggyakrabban használt és a legtöbb cumis üveg az polipropilén, és az a PP és az ötös jelű. Tehát legyetek szívesek megjegyezni, hogy abból nem fognak mikroműanyagok, de ettől függetlenül figyelünk rá, hogy nem öntünk bele, mert extrém magas hőmérsékletnél lehet kioldódás eleve. Tehát amikor így mondják, hogy de a polipropilénnél is előfordulhat, ha sérült, ha forrásba lévő vizet öntötök bele mikróba, hagyjátok, hogy ott forjon, gőzöljön a víz. Tehát ilyen esetekben fordulhat csak elő kioldódás. És azért szoktuk még mondani, hogy aki a sterilizálás is ugye nagyon magas hőfok, tehát hogy a sterilizálásnál is, amikor majd odajutunk, de most már akkor befejezem, a cumi üveget öblítsétek ki tiszta vízzel, amiután kisterilizáltátok, hogyha, főleg, hogyha úgy, hogy hosszan volt a vízbe, hogy nehogy véletlenül a polipropilén, a kioldódott polipropilén benne maradjon az üvegbe. De hát ezek már ilyen extrém figyelmet igénylő dolgok. Tehát itt, hogy mik vannak polipropilénből, vannak ugye joghurtos dobozok, tejtermékek dobozai, mustáros, ketchupos, a kulacsok, háztartási szereknek a flakonjai, tehát műanyag edények, hát azt meg kell nézni, és akkor a polipropilén az, ami használható, de azért óvatosan, amik csak háztartási eszközök, és mert azok nincsenek bevizsgálva babák etetésére. És itt látszik, hogy miket ne, amiket kerülni kell. Látjátok, hogy az üveg, a kerámia, a műanyag az jó, a polipropilén jellegű, és föl vannak sorolva, hogy miket igen, és akkor amit kerülni kell, az a 3-as, a 6-os és a 7-es jelű. Tehát 3 a duplája, a 6, és az utána egyel több, a 7. Valahogy így próbáljátok bevésni a fejetekbe, mert nektek kell környezettudatosnak lenni, főleg, ha nem okvetlen, mindig bevizsgált helyről vásároltok. A fertőződés és a kioldódás megelőzés miatt
ezt már megbeszéltük, hogy, hogy a poralapú tápszerek nem sterilek, és ott figyeltek, és 3 hét után, ha nem használtok el, akkor ki kell dobni a tápszert. A kézfolyékony tápszerek azok sterilek, ezeknél is figyelni kell a cumisüvegnek a tisztaságára, arra mindig figyelünk, ha csak lehet, mielőbb legyen elmosogatva, és egyszer-egyszer kifőzve, vagy más módon sterilizálva, és gyakorlatilag ugyanaz vonatkozik a kéztápszerre, hogy amit már elkezdett a gyerek inni, azból, ha maradék van, azt nem töltögetjük vissza a kéztápszerbe, mert a kéztápszert azonnal, ahogy kiöntöttétek, azt, amit megmelegítettetek, azt már nem használjuk tovább, azt kiöntjük. De ami, hogyha nagyobb adag, akkor vissza lehet tenni, lezárva a cumisüveg, a hűtőszekrénybe, és akkor ott azt megmondják, megtaláljátok azt a ráírva, hogy meddig szabad használni. Általában jól hűtő hűtőszekrénybe, ahogy beszéltük, általában 1 napig lehet használni a kinyitott, de lezárt tápszert. És akkor most rátérünk a cumisüvegeknek és ezeknek a baba etetési dolgoknak a tisztítására. Tehát én javaslom, aki megtehet, és az első időszakban, hogy vegyem baba cuccokhoz való mosogatószert. Nem egetrengetően. Drágák, én úgy tudom, hogy nálatok is van, Klári. Van, igen, és én ezt mindig szoktam javasolni kelengye bemutatón is, meg kelengye összeállításnál is, hogy ne ami, nem mondok márkát, milyen mosogatószerrel mosogassunk, hanem speciális babás mosogatószerrel. Nem olyan vészesen, van nálunk is 2 vagy 3 különböző márka, nem olyan vészesen drága, és hát minimális kell belőle, nem kell olyan sokáig elég, de azért az ő kis eszközeit, azokat mindig speckó mosogatószerrel mossátok el. Így van. És hát nagyon fontos, nem tudom, hogy ez következik-e, de azért akkor nagyon ezt gyorsan elmondom. Hogy ugye sokszor kérdezitek tőlem, hogy hát a mosogatógépben magas hőfokon mossuk, vagy mossák az edényeket, de a cumis üvegeit a pörköltes fazekammal nem fogom együtt mosni, úgyhogy az a néhány kis eszköz, amit használunk, az a cumis üveg, esetleg melszívó alkatrész, a melszívónak az alja, azt nem tart semmibe folyó víznél gyorsan elmosogatni, speckó babás mosogatószerrel, és azért fontos, hogy a babának az eszközeit csak az ő kis keféjével, üvegmosó keféjével használjuk. Tehát lehet, hogy van otthon, de nem azt használjuk, amit egyébre is, hanem ez csak az ővé legyen. Általában itt a márkák úgy vannak kialakítva, hogy a saját cumis üvegükhöz passzoljon, hogy a legkisebb résbe is be tudjuk menni. Ugye a kefe maga az, ami a cumis üveg aljába is bemegy, és vagy úgy van kialakítva eleve a vége, hogy a cumihoz is be tudjunk mászni, vagy van hozzá plusz olyan kis eszköz, amivel ki tudjuk mosni a cumiból is a megtelepedett kis anyatejet vagy tápszert, tehát hogy ide is be tudjunk mászni, mert nagyon fontos, hogy innen is mindig alaposan elmosogassuk. Én ezeket szeretem jobban, amiben nincsen szivacs, mert ugye a szivacsban egy kicsit hamarabb megtelepednek nagyon a bacik. Nagyon gyorsan, meg gyorsan szaporodnak nagyon. Úgyhogy ezeket könnyebb tisztán tartani, amin nincsen szivacs. Úgyhogy gyakorlatilag szakmailag csak azoknak a használata javasolt, amiben nincs szivacs, mert még gondoljatok arra saját magatok, és lehet olyan filléreké kapni tízes csomagolású szivacsos saját magatok cuccához, de azt is gyakran kell cserélni. Főleg most ezekben a náthás egyéni időszakokban baktérium telep a szivacs. Tehát ezért használunk külön szivacsot a fürdőszobába is, meg ugye figyelni, és ugye inkább csak természetes szivacsot, hogyha épp arról van szó a babánál, és az is ugye mindig kiszárítani. Tehát nagyon fontosak ezek a dolgok. És azért is tehet szükség például mosókefére,
mert miután megetettétek a babát, akkor utána ugye megböfisztetitek, egyebek, és telik az idő. Utána ugye leteszitek, tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy nagyon rövid időn belül ki tudjátok, el tudjátok mosogatni. És ugye akkor már bizony föltapadnak, és ott maradnak a feltapadt részek. Tehát nagyon jó a folyóvizes öblítés, akinek csak lehet bőfolyadék, és utána pedig valamire ráborogatni, azt is lehet ilyen nagyon jó pofákat kapni, amik kibátlanok, de azon is csak a babacucca legyen, és akkor megszárad, és akkor megszáradva rakni össze, és nem vizesen összerakni. Természetesen lehet azt a megoldást is alkalmazni, hogy egy vasalt pelenkára vagy konyharuhára borogatjátok, tehát nem kell okvetlenül befektetés, de semmiképpen se keveredjen az első időszakba, semmiképpen sem se a melszívó ne kavarodjon, se a babáknak a cumija a felnőtteknek az edényeivel, ahol a fene se tudja, hogy épp azon a vágódeszkán előtte nyers hús volt vágva, és tudnám fokozni a dolgokat, de minek? Tehát nagyon-nagyon figyelünk azért itt a higiénére, hiszen egy teljes ételt etetünk. Én hoztam ide egy ilyen csepegtetőt, ami szerintem egy tök jó pofa is, és nagyon klasszul, higiénikusan lehet tartani a babának a cuccait külön, és le lehet szárítani. Ez is egy ilyen szilikonos kis műfűnek kinéző valami, tehát azon túl, hogy jó pufa, azon túl jól lehet tisztítani, és különböző méretek vannak belőle, tehát ebből van olyan, ami csak ilyen kis keskeny, ami esetleg pont elfér a konyhapulton, vagy fele ekkora, attól függően, hogy mennyi holmia van a babának. Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy a kifőzést, és sokan csinálják is, de nem találják meg, hogy hogyan tudjátok szakszerűen a kifőzést végezni, és fontos, mert ugye rongálódhatnak az eszközök. Tehát én nem véletlenül nem mondok vegyszereket, mert nem szeretem a vegyszereket, de ettől ti még használhatok egyébként fertőtlenítésére vegyszereket, és amik a babáknak vannak bevizsgálva, sterilizáló szereket. Én nem szeretem, én azt mondom, hogy akkor, hogyha úgy gondoljátok, akkor főzzétek ki, mert az ugye energiába azért kerül, mert ugye fel kell forralni a vizet, de azért olyan nagyon sok egyéb költsége nincs. Kicsit jobban rongálja, mint egy fertőtlenítő eszközbe, egy sterilizálóba az eszköz, de azért nem nagyságrendekkel, ha jól csináljátok. És hogy kell jól csinálni? Vegyetek egy olyan lábast, vagy elő a szekrényből, ami teljesen, vagy fazekat, ami teljesen épp, nagyon fontos, és onnantól semmi másra nem használjátok. Bele kell tenni egy pamut ruhát, azért, hogy sehol, semmilyen formában ne találkozzon vele a szilikoncumi, vagy a cumisüveg, vagy a melszívó feje, tehát beletettetek egy pamut pelenkát, konyharuhát, amit gondoltok, és felöntitek úgy vízzel, hogy minden eszköz ellepve legyen. Ami megmaradt ebből a perenkából, vagy konyharuhából, azt ráforgatjátok, és utána fel kell forralni a vizet, és 5 percig gyenge lángon, gyengén forjon, bugyogjon. És utána hagyjátok kihűlni. És utána kell kiszedni úgy ügyesen, hogyha főleg a koraszülött a baba vagy valami gond van, akkor valamilyen állandósított csipesszel, egyébként pedig leönteni róla a vizet ügyesen, és akkor ki lehet bele szedegetni és megszárítani. Mert mindig mindent szárazon kell összerakni. Nagyon-nagyon figyeljetek rá, főleg a melszívónál, mert tönkre vágja az egészet, főleg ha elektromos melszívó, még a membránról, meg a membrán tetőről is be tudja szívni a párát, és akkor az új csodás melszívótok tönkrement. Tehát rendkívül fontos az is. Lehet használni mosogatógépet, főleg, hogyha ugye a felső helyére rakjátok, és nyilván, hogyha valami olyan edény, hogy piros paprikás, mit tudom én, micsoda, hát ne alárakjátok, semmi képese,
meg hát egyáltalán, szóval tényleg azért erre jó odafigyelni, hogy mit műveltek. A mosogatógépnél az a jó, hogy relatív magas hőfokon, és akkor megfelelően tisztít, de hát azután is azért jó egy kicsit átöblíteni, mert azért a mosogatógépbe a belerakott mosogatószerek, azok azért nincsenek annyira a kisbabáknak bevizsgálva, tehát utána szintén egy folyóvizes átmosásra legyen időtök. És hát ugye minden ezt a sok zehernyét el kell tudjátok kerülni, hogyha ugye sikerül a tartós szoptatás, sikerül az 5-6 hónapos korig a kizárólagos, ugye a 6. hónap elejéig, mert most már ugye tudjuk, hogy a 6. hónapban már mindenképpen el kell kezdeni a hozzátáplálást, de nem a tápszert, hanem akkor, amikor a babának is jól esik, vagy nektek, vagy előtte szopik, vagy utána szopik az etetés után, tehát változó. Ha hosszan akarjátok, én azért javaslom, hogy előtte szoptatásátok meg, és úgy próbálkozzatok be az etetéssel. Általában ez remekül szokott sikerülni. És hogyha anyatejet melegítetek, és anyatejjel adjátok a pótlást, akkor is figyeljetek, hogy ne legyen túl meleg hőfok, mert az anyatejbe is beleoldódhat a cumis üvegből a mikroműanyagok meg egyebek, tehát figyelni kell rá nagyon, és az anyatejet sem kell összerázni, mert akkor az alakos elemeinél sérülhet, viszont össze kell forgatni, mert ugyanúgy rétegeződik az anyatej is, mint a pörkölt, és így az is ugye a rétegeket, az nem jó a babának se, hogyha az anyatej zsírtartalma jutna esetleg szájába, de akkor azért mindig el kell gondolkozni, hogy ez a tej az még hideg. Azt még nem is kéne odaadni, és ugye nem mikróba melegítjük az anyatejet, mert a vitaminok és egyebek a szélén elpusztulnak. Úgyhogy hát ennyit tudtunk most így erről a témáról beszélni. Nagyon-nagyon nagy szeretettel tettük ezt, és nagyon reméljük, hogy tudtunk nektek ötleteket, segítséget adni. Megnézitek, megosztjátok a filmet kismama társaitokkal, mert most ugye megint a Covid miatt sokkal nehezebb mindenféle járkálás, utánjárás, a kapcsolatfelvétel az egészségügyi dolgozókkal, mert roppant elfoglaltak, és hát ha most egy részt megint betöltöttünk, mert ez volt a célunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és hát átadom a háziasszonyunknak, a mi kincskárunknak a szót. Nagyon szépen köszönöm, Julikám. Én nagyon bízom benne, hogy tudtunk nektek segíteni, és hát sok-sok jó tanáccsal láttál el minket ismételten. Úgyhogy ha tetszett, akkor kérlek, osszatok minket, osszátok meg a videóinkat, és folyamatosan gyártjuk, készítjük nektek a továbbiakban is, úgyhogy kövessetek minket, és Julit is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza, mert folytatjuk, rengeteg ötletünk van, de írhattok is nyugodtan, hogyha esetleg vannak olyan témák, amikről még nem beszéltünk, akkor nyugodtan osszátok meg velünk, írjatok nekünk. Úgyhogy hálásan köszönjük, és vigyázzatok egymásra. Sziasztok!